Köszönet a bevándorlókat befogadó országoknak, Ferenc pápa interjúja két egyházi rádiónak. Kiirdette a válsághelyzetet a kormány, a menedékkérelmek megbenyújtása a cél. Elvi megállapodásra jutottak, 120 ezer menedékkérő elosztásáról döntöttek a tagállamok belügyminiszterei. Üdvözlöm Önöket, jöjjenek a részletek! A háború és éhezés elől menekülőket a világot uraló igazságtalan társadalmi gazdasági kényszeríti migrációra, jelentette ki Ferenc Pápa két egyházi rádiónak adott interjújában. Az egyház fő szerint az öregedő Európát a bevándorlók tarthatják életben, a portugál katolikus rádió és az FM Millennium argentin protestáns csatorna kérdéseire adott válaszokat Ferencpápa a bevándorlással kapcsolatban. Az egyház fő úgy fogalmazott, hogy a migráció csak a jéghegy csúcsa. Az emberek tömeges meneküléséhez vezető háborúkat és éhezést szerinte az igazságtalan társadalmi és gazdasági világrend idézi elő, amely mögött pedig az Istenként imádott pénz áll. Az egyház köszönetét fejezte ki a bevándorlókat befogadó európai országoknak. Hangsúlyozta, hogy megérti azokat, akik a terrorizmus fenyegetésétől tartanak, de Európának be kell fogadnia a bevándorlókat. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy a világbiztonsága megváltozott, és Szicíliától 400 kilométerre vannak az iszlám állam fegyveresei. Ferenc pápa arra emlékeztetett, hogy olasz származású családja is bevándorlóként érkezett Argentinába, ahol befogadták őket számos más európai nemzet tagjaival együtt. Amikor azt mondom, hogy a plébániáknak be kell fogadni a bevándorlóknak, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a plébánián kell élniük, hanem a plébániához tartozó közösségeknek kell helyet keresni számukra, mondta Ferenc pápa ahhoz, hogy a keresztény élet útján haladjunk előre, szükség van a megalázkodásra, mint ahogy Jézus tette a kereszten. Így fogalmazott Ferenc pápa reggeli szentmiséjén a Szent Márta ház kápolnájában. A szertartáson részt vettek a kilencek tanácsa bíborosai, akik szeptember 14-e és 16-a között üléseznek a Vatikánban. Óvjuk magunkat a rossz kísértéstől, amely rosszra csábít minket, hogy tönkre tehessen, elmélkedett a Szent Atya. Beszédében hozzátette, ha a keresztény ember a keresztény élet útján akar előre haladni, akkor meg kell alázkodnia, hogy Jézus is tette. Az alázat útja ez, de a megaláztatások magukra vételéje is, ahogy Jézus viselte azokat. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a pápa Szűz Máriától kérte a kegyelmet, hogy tudjunk a szeretettől a hálától sírni, mert Istenünk annyira szeretett minket, hogy elküldte fiát, hogy megalázkodjon és megsemmisítse magát, hogy üdvözítsen minket, zárta reggeli homíliáját Ferenc pápa. Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek az Egyesült Államokban Ferenc pápa közelgő látogatására. A pápa szeptember 22-én érkezik Washingtonba, és ellátogat New Yorkba és Filadelfiába is, első Egyesült Államokbeli útján, amelyet a belbiztonsági tárca kiemelt eseményként kezel. Azt már tudni lehet, hogy New Yorkban csak fémdetektoros kapukon keresztül lehet bejutni az eseményekre, amelyeken a pápa is részt vesz. Emellett a szövetségi légügyi hivatal repülési tilalmat rendelte Manhattan és Queens légterének egy részén, drónt pedig sehol a városban nem lehet használni szeptember 24 és 30 között mivel a pápa látogatása után nem sokkal megkezdődik az ENSZ közgyűlés ülésszaka, és New Yorkba utazik Barack Obama elnök is a városi rendőrség története egyik legnagyobb kihívást jelentő időszakával néz szembe. A kereszt hitelesen mutatja, hogy a szeretet áldozattal jár, emelte ki Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, szeptember 14-én este a Budapesti Szent István Kápolnában, az országos imanap keretében bemutatott Szent Misén. Beszédében hangsúlyozta, az utóbbi napokban és hetekben sokan szólítottak fel bennünket, hogy segítsük a menekülteket, az úton lévőket. Hiányt pótol most ez a pápai felhívás, hiszen mi hiszünk az ima erejében, hogy az fent meghallgatásra talál. Egy biztos, a remény indította útnak ezeket az embereket, hangsúlyozta az irgalmas rendi szerzetes. Legfontosabb teendőként a mostani helyzetben pedig azt fogalmazta meg, hogy nekünk nem azzal kell foglalkoznunk, honnan jöttek ezek az emberek, és nem is azzal, mi vár rájuk ott, ahová igyekeznek. Nekünk elsősorban az a feladatunk, hogy átkísérjük őket hazánkon, és valamiképp enyhítsük a fájdalmukat. Ünnepéje Szent Mise zárta a csíksomjói szűzanyja kegyszobor megalkotásának 500. évfordulója alkalmából meghirdetett Mária évet csíksomjón az ünnepi búcsú szentmise főcelebránsa és a Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári főegyház megye főpásztora volt. A boldogságos szűzanya neve napján mi, az ő gyermekei eljöttünk hozzá, égi édesanyánkhoz, hogy köszöntsük őt, fogalmazott az érsek, aki elmélkedésében a Mária név különböző jelentéseire is kitért. Mint elmondta a Szentírásban, a Mária nevet nyolc személy viseli, és összesen 79 alkalommal fordul elő. Az Ószövetségben csak egy Mária szerepel, így ő tekinthető Jézus anyja védőszentjének. Nem véletlen, hogy a keresztény népeknél a leggyakoribb női név a Mária, jegyezte meg Jakubinyi György érsek. A Mária év alkalmából a Csíksomjói Mária szobor 500 éve, Mária tisztelet Erdében címmel nyílt emlékkiállítás a Csíki Székely Múzeumban, a tárlat szeptember 20-áig tekinthető meg. Megnyílt a Mária úta szűzanya völgyében, Székelyföldön. A völgy lakói egy éve kitartóan imádkoztak a terv megvalósulásáért. Lassan gyűlt az anyagi fedezék is csoportok, családok és névtelen emberek adakozásából, illetve a hajlák Attila Plévános a terv megálmodója könyveinek árából összegyűlt annyi pénz, hogy szombaton a székelyszállási templom búcsújának a napján sor kerülhetett a templom kertjében, a Mária úttal együtt az új szűzanya szobor és a szabadtéri oltár megszentelésére. A rendezvényre több százan zarándokoltak el, az ünnepi szentmisét doktor Kerekes László, kézdi vásárhelyi plévános, a Gyulafehérvári érseki bíróság helyettes bírósági helynöket celebrálta 12 paptestvérével. Kedden délelőtt Bács, Kiskun és Csongrád megyére kihirdette a válsághelyzetet a kormány. Éjféltől életbe léptek az új szabályok, lezárták ugyanis a zöld határt. Határátkelők továbbra is vannak, őket az úgynevezett áteresztő pontokhoz terelik, ahol be tudják nyújtani a menedékkérelmüket. Jogi határzár lépett hatályba KED 0 órától Magyarországon, amely bűncselekménynek minősíti, ha valaki a már elkészült határkerítés illegális átlépésével jut az országba. A tömeges bevándorlás kezelését célzó kormányzati törvénycsomagot szeptember 4-én fogadta el a parlament kivételes eljárásban. Az országgyűlés szeptember elejei döntése alapján a kormány kedden délelőtt bács Kiskun és Csongrád megyére kihirdette a válsághelyzetet. Az államhatártörvény módosításával úgynevezett tranzitzónák kialakítása is lehetővé vált azokon a határszakaszokon, amelyeket a leginkább érint a tömeges bevándorlás. Szigorodik az embercsempészet büntetése is, amiért akár 20 év is kiszabható lesz. A parlament előtt van egy másik, szintén a tömeges bevándorlás kezelését célzó törvényjavaslat, amelyet a fidesz KDMP frakció képviselői terjesztettek be, egyebek mellett azzal a céllal, hogy új feladatokat adjanak a honvédségnek a migrációs válság Idejére. Ezt az előterjesztést várhatóan szeptember utolsó hetében fogadhatja el az országgyűlés. E héttől ismét rendelkezésre áll hazánkban az újszülött kori BCG oltásokhoz szükséges oltóanyag. Az oltásokhoz az országos Tiszti Főorvosi Hivatal egy bolgár gyártású BCG vakcinát szerzett be. A tuberkulózis elleni BCG oltóanyag előállításában fennakadások vannak, ami világszerte ellátási problémát okoz, írja közleményében az ANTS. Az elmúlt hónapokban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az államtitkárságokkal együttműködve komoly erőfeszítéseket tett, hogy alternatív beszerzési forrás találjon. A beszerzett oltóanyag kiszállítása kettől kezdődhet meg, és ezen a héten minden szülészeti intézménybe eljut a vakcina. A kórházaknak az oltóanyag átvételét követően azonnal meg kell kezdeniük az újszülöttek BCG oltását. A Magyar Rákelenes Liga utak a gyógyuláshoz címmel kerekasztal beszélgetést szervezett a limfóma világnapon 2015. szeptember 15-én Budapesten. Ezen a napon a világ több pontján is megemlékeznek a linfómás betegekről, és felvilágosító rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a korszerű terápiákra. A kerekasztal beszélgetések témája a gyógyítás, a betegséggel való küzdelem, az orvosok, pszichológusok és a betegek részvételével zajlottak. A kerekasztal beszélgetésen részt vett dr. Varga Fatima az Országos Onkológiai Intézettől, Lacsán Katalin pszichológus, valamint Zavodni Gréta és Vacsora Orsolya gyógyult betegek. Az uniós tagállamok többségének belügyminiszterei elvi megállapodásra jutottak, az eddigi 40 ezeren túl, további 120 ezer menedékkérő elosztásáról a tagországok között, bár a tervet nem támogatta mindenki, tudatta hétfő este a miniszterek tanácsának soros elnökségét ellátó Luxemburg uniós nagykövetsége. A tanácsülésen elnökölő luxemburgi miniszter közölte, hogy kétség kívül nem minden tagállam támogatja további 120 ezer menedékkérő szétostását a tagállamok közül, de a Lisszaboni szerződés értelmében erre nincs is feltétlenül szükség. A kérdésben minősített többséggel meg lehet hozni a döntést, az elvi egyetértés pedig mind a tagállamok számát, Mind lakosságuk arányát tekintve nagyon széles körű. A javaslatot hivatalosan az október 8-ai belügyi tanács alkalmával fogadhatják el. François Hollande francia államfő megerősítette, hogy a francia légierő csapásokat fog mérni Szíriában az iszlám állam állásaira. Felderítő repüléseket hajtottunk végre azért, hogy légi csapásokat tudjunk indítani, ha szükséges, és szükséges is lesz Szíriában, mondta a köztársasági elnök egy sajtótájékoztatón. A francia elnök egy hét ezelőtt jelentette be, hogy Franciaország stratégiát vált az iszlám állammal szemben, és légi csapásokat készít elő Szíriában. Holland szerint az iszlám állam az elmúlt két évben megerősödött, ez indokolja, hogy Szíriában is bombázzák az állásait. A francia nemzetgyűlésben kedden tartanak szavazás nélküli vitát a katonai szerepvállalásról Szíriában. Híreinket ma is programajánlóval zárjuk. Pénteken nyílik Kárpáti Tamás munkácsi díjas festőművész kiállítása a Józsefvárosi Galériában. A rendezvény megnyitóján középkori spanyol zarándok énekeket is hallhatnak az érdeklődők. A kiállítás folyamán tárlatvezetés, filmklub és beszélgetőest is lesz a művészszel. A tárlat és a hozzá kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A bónum híreket látták, ha tehetik, támogassák televízió missziós munkáját, hívják adományvonalunkat a 13690-et. Ha hírük, videójuk vagy fotójuk van, osszák meg velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!